Szóval sziasztok, hello mindenkinek! Nos, ebben a videóban most így a videó előtt beszeretnénk mutatni nektek egy eléggé király dolgot, ugyanis felkeresett engem egy iskola, és most ezt nem is azért csinálom meg, mert hogy felkerestek, hanem ezt inkább azért csinálom meg, mert felkerestek és egyszerre egy eléggé jó dolgot akarnak velem bemutatni. Szóval, ja, ez most igen, kivételesen egy iskoláról fog beszélni ebben a videóban. Szóval a Logic School az egy programozó suli, ahol kicsik és nagyok egyaránt meg tudnak tanulni programozni eléggé egyszerűen, tehát nem olyan dolog, hogy odaülsz így a gép elé, azt mindenféle kódokat látsz és azt tudod, mi mit jelent, hanem nagyon-nagyon a kezdektől veszik, akár nagyon-nagyon a profi szintig. Annyit kell tudni a suliról, hogy már februárban elkezdődtek a kurzusok, de ettől függetlenül még február végéig lehet jelentkezni a tavaszi kurzusokra. És a később csatlakozó diákoknak tartanak ilyen pótórákat, amikkel fel tudnak úgymond zárkozni a többiekhez. Világszerte már több mint 16 országban tanítják amúgy, 16 ország már ez létezik, ez az iskola. Az a népszerűségének elvileg a titka, hogy már úgymond az első pillanatoktól kezdve megpróbálnak valami sikerélményt átadni a gyerekeknek, illetve a diákoknak, inkább úgy mondom. Szóval nem az van, hogy az ember beül a iskolapadba és hogy igen tanár úr, persze házi feladat, igen, 2000 oldal, ne, ajaj, nem jó, hanem beülsz és úgymond megmutatja neked úgymond a programozásnak a lényegeit, hogy így mi a jó benne, játékokat csinálsz magadnak, meg ilyenek. Én is benn voltam úgy egy egész órán át, és ott nem játszottam, hanem úgymond csináltunk egy játékot, szóval, ja, király. Az oktatók a kurzusokon azok amúgy egyetemisták, tehát hogy nem az van, hogy a diákok félnek úgymond a tanártól, meg ilyenek, hanem igazából majdnem, hogy velük egykorú tanáruk van, szóval sokkal barátságosabb úgymond a helyzet, és mind a ketten úgy állnak a másikhoz, hogy jobban elfogadják egymást. Nem csak Budapesten, hanem országszerte majdnem minden városban megtalálható, lerakom a leírásba, ott tudtok böngészni. Mondtam, 6-tól 18 éves korosztályig tudnak az emberek úgymond becsatlakozni, lehet, hogy nem mondtam, na mindegy. Szóval 6-tól 18 éves korosztályig akárki jöhet ebbe az iskolába. Annyit elmondok, hogy azért több fiatal van, tehát hogy én is most ilyen bementem, inkább fiatalokból volt több, tehát inkább az a 6 és 12 év között, de nyugodtan jöhet bárki amúgy, aki esetleg idősebb. Többféle kurzus is van, de igazából elsősorban programozó kurzusokat tartanak, szóval aki esetleg programozásra akarna jönni, annak nagyon tudom ajánlani, de van többféle kurzus is, aki esetleg szeretne, az is ott lesz úgy leírásban, nyugi. Kurzusokat úgy kell elképzelni, hogy iskola után lehet menni, körülbelül másfél óra hetente, az az ilyen alap, amire lehet menni, de igazából szerintem lehet biztos többre is, sőt eléggé valószínű. Szóval, ja, mondom, ott lesz az oldal, ott fel lehet írni az iskolát, lehet velük beszélgetni, mindent el lehet intézni. Ott lesz a leírásban, srácok, minden, én csak így ennyit akartam erről így elmondani. Gyors, nyugodtan nézzetek meg, hogyha tetszik, én ajánlani tudom, ott voltam, és igazából én is részes lehettem egy ilyennek. Szóval, köszönöm szépen nekik, és akkor kezdődjön a videó. Na, no, mindenkinek sziasztok, srácként, amelyek is e-mailt vink egy következő videóban. Hello, sziasztok! Nos, vegyünk is bele, van egy kis megmagyarázni való dolgom úgymond, sőt, eléggé sok dolog. Az első, hogy ugye most nincsen bent a shader, az az ilyen szép Minecraft, mert nem tudom, sokan mondtatok, hogy nem jó, szóval most kipróbáljuk megint egy kicsikét az nélkül. És hát még az történt, hogy el kellett költöznünk kise, ugyanis az előző házunkat kirabolták és felgyújtották, szóval muszáj volt, kénytelenek voltunk úgymond így elmenni, és hát egy nem túl szép házunk van sajnos, de rajta vagyok, hogy találjak valami normális munkát, és tudjunk valami normális házat építeni, meg venni is, szóval nyugi, meg mindenki, de addig is megpróbálok úgymond normálisan gazdálkodni, meg kis kaját, meg ilyesmiket gyűjtögetni, szóval szerintem meg is gyors, learatok egy kevéske kis búzát, hogy legalább ezzel is úgymond így valamennyivel egy előrebb legyünk, hogy legyen kajánk, meg ilyenek. Szóval, ja, nem, hogy azért a falusiak csak nem bánják, hogy én itt kicsit így mezőgazdászkodok, vagy nem tudom. Szóval, ja, ez most így a fontosabb dolog, hogy úgymond így ez történt, szóval eléggé szomorú. Meg még azt mindenféleképpen el szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha a Dani Minecraft csatornámat többen követnétek. Ugyanis tudom, régen sokan követtétek meg minden, de mostanában, ahogy látom, eléggé kevesen szoktátok úgymond nézni ott a videókat. Szóval, hogyha esetleg
akartok még több Danis videót látni, akkor Dani kötőjel Minecraft a másik csatornámnak a neve, ott is megtaláltok. Ott egy gazdag ember, ja igen, ő lakik a Jézusom. Ő lakik ott a másik házban, nem tudom, hogy miért jött ide nevetni meg ilyenek. Hello, szia, ki lakik ebben a roncshalmazban? Hát ez, igen, ez le fog minket hordani. Hát jó napot, én vagyok. Én lakok itt, igen, oké. Esetleg nem tudna nekem valami munkát ajánlani, vagy nem tudom. És jó, hát nem a legjobb, tudja, eléggé rossz körülmények között kerültünk ide. Ugyanis kirabolták a házunkat, meg lerombolták, meg ilyenek, meg felgyújtották. És így kerültünk úgymond így ide a kutyámmal. És ja, nem érdekel. Aha, jó van, gondoltam, hogy ilyen nagyon egoista ízé lesz. Na, igen. Mondja akkor, figyeljem, figyelek, igen. Mondja nyugodtan. Addig én így lekraftolom szerintem a búzát kenyérré. Mégiscsak a kollégában addig is dolgozunk valamit, meg ilyenek. Én ide fogok rakatni egy medencét. Hát mellénk a háza helyére. Hát uram, nem rossz volt, de remélem nem bánja. De eléggé bánnánk, ugye most költöztünk ide és nem nagyon van hol lakni. És hát igazából nekünk szükségünk lenne most egyelőre erre a kis házra. Ez most komoly? Hát muszáj, kénytelen vagyok itt lakni. Nem nagyon tudjuk most megengedni magunknak, hogy normális házba lakjunk. Majd el fogunk költözni később, akkor felelem azt csinál velem, amit akar. De most egyelőre nem csinálhatja ezt meg. Sajnálom, nekem is vannak jogaim, meg minden. Szóval ezért, úristen, hát jó. Hát igen, legyen is jó. Na jó van, hát tőle se fogunk izét kapni munkát, viszlát, csá. Na jó van, befedjük gyors ezeket a lyukakat, hogy azért legalább valami normális izé legyen, hogy legalább, hogyha a szél fúj, vagy bármi, akkor azért attól így mentve legyünk, meg kicsit ugye az esőtől. Jó, ez így úgy, ahogy szerintem jó lesz, a pénzt kivesszük, meg szerintem akkor gyorsanunk egy telefont, mert azért mégiscsak jó lenne valami normális, hát nem tudom, hogyha úgy elérnének, vagy hogyha bármi van. Szóval, ja, na jó van, szerintem akkor megyek vissza mindjárt dolgozni, vagy lejön még egy kis cuccunk, ring ring, wow, egyből csörög. Jó napot, halló, 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 jó napot, miben segíthetek? Bocsánat, vagyis kikeres. Te vagy az Zanikám? Igen, én vagyok, hello. Üdvözlet, meg minden. Miben segítetek? A Kovács vagyok? Ó, hello, cső, hello Kovács. Készen a gyémánt kard? Vagy nem a gyémánt kardom, vaskardom? Gyere már a kardodért, léci. Jó, jövök, köszi. Na, rendeltem amúgy egy vaskarot a Kovácstól, a biztonság kedvéért. Gyerek is nyugodtan. Szóval a biztonság kedvéért rendeltem a Kovácstól egy vaskardot. Ez lenne az? Nem hiszem, hogy ez a Kovács. Na mindegy. Ó, itt amúgy vannak cuccok, királyság. Szóval, ja, biztos a kedvéért ugye rendeltem a Kovácstól egy izét, vaskardot, hogy azért valamivel mégis meg tudjuk magunkat védeni. Hello, falusi! Cső-cső! Na, mennyi lesz akkor az a vaskard? Gondolom, hogy itt van a cseszve. Úgy tudom, hogy vannak TNT-k is. Ezt jó, hogyha megjegyezzük, meg lehet, hogy lesz rá szükségünk, vagy bármi. Kettő arany lesz rá. Jó, köszönöm szépen. Jó, akkor kettő aranyat beleraktunk, és ki gyors elrendezem így a cuckat. Viszont így szereztünk amúgy egy vassákányt is, ami tök jó. Szóval, ja. Na jó, van, akkor szerintem menjünk is gyors vissza kis, és nézzük meg a cuckat. Köszönöm szépen, köszi. Na, viszlát, hello. Na, mi a? Mi van? Srácok? Emberek? Mi a csádani? Mi a... nem jössz fürdeni? Mi van? Srácok? Ez így mi? Hallod? Ember? Gazdag ember? Figyelj már ide, ezeket kiadott jogot, vagy bármit, na mondjad. Ezeket kiadott engedélyt, hogy te ezt csináld a házammal? Amúgy, hát én magamnak. Mi van, de ide figyelj már, ezt nem teheted meg, tudod, gazdag vagyok. Ezt nem teheted meg, akkor fizess ki a házamat. Azt csinálok, amit akarok. Akkor fizess ki szépen a házamat, és fizess annyit, hogy el tudjak költözni egy normális házba. Te meg egy csóri senki. Lecsóri senki szek, nem hiszem el. És most így komolyan így ennyi? Legalább a házamat fizess már ki, vagy valami. Hallod? Ha már szétszedted, legalább valami izét, ugye a házért valamennyit úgy legalább fizes már, jó. Oké, na, köszönöm szépen, legalább valamit legalább ad. Na, kérlek szépen, akkor ki fizes ki, nem tudom, hogy mennyi. Most ez így komolyan gondolod? Parancsolj.
Istenem, srácok. Na jó van, nem tudom, nem tudom, mit csináljunk. De akkor ott van neki az a nagy ház, ott vannak neki a csajai, vagy nem tudom. Meg, Istenem, meg gazdag is, és komolyan ezt kell csinálni. Annyira utálom az ilyen gazdag embereket, amúgy ennyire bunkók általában. Na jó van. Amúgy az ötlen támad, az a gond, hogy ez nem túl legális. Fel kéne robbantani a házát, tehát hogy így a Kovácsnál, jó napot, Kovács, megybe kerülnek azok a TNT-k meg redstone-ok, amik a chestedben voltak? Mert nagyon jó lenne, hogyha ki tudnám így fizetni, vagy bármi, eléggé nagy szükségem lenne rá. Tehát, nem tudom, 8 darab arany, Jézusom, pont annyi van. Na jó, oké, kösz szépen, nagyon szépen köszi. Tényleg nagyon szépen köszi. Mi az, de miért van rá szükséged, fiam? Van egy gazdag csávó, aki lerombolt az egész házamat, és Móra se akarom tanítani igazából, nagyjából így ennyi. De mindegy, légy szíves, szólj senkinek, jó? Tehát, hogy ezt meg akarom izélni. Ó, értem, hát sok sikert, kösz szépen. Akkor én addig szerintem Kistén itt hagyom. Nem fogok, de csak óvatosan. Jó, Kist itt hagyom, tudsz elvigyázni? Amíg vissza nem jövök, léci, mert ez lehet, hogy veszélyes lesz. Persze, kösz szépen, köszi. Na, Kis, maradj itt, legyél jó, ugye? Na! Srácok, hát akkor álljunk bosszút. Hello, hello! Na, igazából szerintem melyek is akkor ebből a faluból, szerintem el minél messzebb, jó? Hello! Nézzetek, ki van ott. Melyek el minél messzebb, keresek egy másik falut. Csácsá! Hello! Jó van, menjél is. Nagyszerű. Jó van, oké, nem figyel. Na jó van, srácok. Akkor elmondom a tervet. Felrobbantjuk szépen az egész házat úgy, ahogy van. Mert ő is kb. Ugyanezt csinálta velünk. Jó, mondjuk egy kicsikét gagyibb házzal, de nem igazán érdekel. Szépen így szétpakoljuk az egészet TNT-kkel. Nagyszerű. Így is van. Reméljük, hogy felrobban az egész, és nem kell vele itt nagyon szenvedni. Nem mondjuk még ide rakok mondjuk egyet. Na várjátok, mondjuk így legyen így itt. Nagyon jó. Oké. Na szépen ezeket pedig én így elvezetem mindjárt. Jó. Na várjátok, arrébb rakom akkor már így inkább. Jó. Legyen mondjuk így. Hol legyen? Na várjátok. Ide kéne rakni mondjuk így a TNT-t. Ah, csak így pont nem bírom felrobbantani. Na jó, várjátok egy kicsikét, szenvednem kell. Ezt így kiütöm. Jó, ezt így ide rakom. Jó, oké, meg tudtam oldani. Ah, nem tudtam megoldani. Oké, mindegy, akkor obszidiánnal lesz most megoldani, nem annyira érdekel. Na gyerünk! Ezt biztos vagyok benne, hogy el fogjuk intézni. Ezt a házat nem fogunk itt szenvedni, az biztos, biztosak lehettek benne. Na gyerünk! Ezt is szépen kivezetjük, így is van, és ez az utolsó, egy darab fa kéne. Egy darab fa kéne, ezt gyors kiszedjük itt. Remélem, hogy nem veszi észre még ott elmedencézget, mert azért, jaj Istenem. Na jó, várjatok, felveszem azt a fát. Várjatok. Istenem, miért kell itt ennyit szenvednem, na jó. Várjatok, most már nem fog érdekelni. Megoldom, nyugi van, na. Így is van. Jó, így ni. Jó, jöjjenek hölgyeim, jajaj, oké, sietnünk kell. Oké, meg is van. Hello! Csá! Gazdag ember, jó napot, hello! Na figyelj, így gondolkoztam, és nem lehetne esetleg, hogy felrobbantsam a házadat? Mert mert nagyon-nagyon rég robbantottam fel ilyen nagy házakat. Igen, tudod, nem tudom, nem lehet esetleg, vagy bármi? Esetleg ilyet, vagy izé? Nem, ne is gondolj rá! Jól van, bocsi, hát akkor szia! Hello! Jól van, bocsi, hello! Jó, Istenem! Nem robbant fel az egész! Nem már! Bocsi, nem robbant fel az egész, bocsi, mindjárt megoldom! Jaj, Istenem! Várjatok! Jaj! Jó, meneküljünk! Jó, itt csak nem robbanok fel! Nem robban fel az egész! Hogy lehet ennyire szerencsétlen? Nem már! Várjatok! Ez így hogy maradt meg amúgy, de komolyan. Na jó, mindegy, tudjátok mit, nem baj, felrobbant, oké? Maradjunk annyiba, hogy felrobbant. Oké, szerintem menjünk innen el minél gyorsabban! Jaj! Oké, és jó van, nem baj, meneküljünk, merre meneküljünk? Jaj! Elfőtt a kaján. Hello, gazdag ember, cső! Várjál, én itt szépen kiépítem magamat, így is van, tökéletes. Aj, nem már, gyerünk. Te mégis mit képzelsz? Hát te is ugyanezt csináltad, csak kicsikét kisebb cucc van, de hát igen, ja. Mindegy, na, jaj, kösz, megmutasz minket. Jó van, mindegy, gyors lerázzuk a sászot valahogy, vagy nem tudom. Áj, jó, megálltam, na mondjad, a házam. Mi van, mondd, mi van a házaddal, és az én házammal mi van? Ha? A gyönyörű házam, és az én házammal mi van? Na mondjad, gazdag ember. Az én házammal mi lesz, mondjad? Az egy rossz putri volt. Ugyanúgy ház, te ugyanúgy azt gondoltad, hogy ezt megteheted, akkor én is megteltem, ennyi. Jó? Na, itt van úgy pár ajtó, ami maradt belőle. Itt egy csapó ajtó. Sok sikert a továbbban, nem érdekel. Jól van, hát akkor engem sem érdekel. Szia! Hello! Utállak, én is utállak téged, gyere!
Jövök veled nyugodtan. Na mondjad, hova menjek? Menjünk a rendőrségre. Jaj, Istenem. Most fel akar engem jelenteni? Jó, hát menjünk, én elmondom, amit tudok. Ezt nem úszod meg büntetni. Jó van, jövök. Persze, én jövök veled. Jaj, Istenem, úgy annyira imádom az ilyeneket, akik tényleg tele vannak olyan nagy egóval, és komolyan elhiszik, hogy ők az istenek, csak mert van pénzük. Jaj, Istenem, na jó van. Nézzük akkor meg, hogy mit akar rendőrség. Na jó van, menjünk akkor be. Tessék, csak gyere, nyugodtan, parancsoljon, itt van a rendőr úr, és mondja el neki, hogy mi történt. Jó napot, rendőr uram, úgy, jó napot kívánok. Üdvözlet, uraim. Jó napot, hello. A gazdag ember akarom úgy beszélni. Én itt se vagyok, én itt se jövök, én csak követtem őt, mert mondta, hogy jöjjek. Amúgy nekem aztán tök mindegy. Na, uram, tönkretette a házam. Igen, tönkretettem a házát, persze, igen, így volt. Ja. Teljesen így történt minden 100%-ban. Amúgy csáó, Dani. Ó, te vagy az, csá. Srácokom, hogy jó a rendőr, izé, téged nem ismerlek. Ja, igen, izé. Ő az a rendőr, akivel egyszer az egyik videómban találkoztunk, ami nem tudom, hogy felismerjétek-e. Ő volt egyszer amúgy még a főnököm is. Ja, igen. Igen, így van. Szia, Dani, csá, hello. Ő azt hiszem Tibor? Tibor a neved? Ja, igen. Na hát, azt történt amúgy, hogy a csávó az volt egy házam, odarakott a helyére egy medencét, anélkül, hogy megkérdezett volna, aztán ideges lettem, és úgymond, vagy se nem is, igazából felrobbantotta a saját házát, mert megkergült. Mi ez nem igaz? Jó, Istenem. Teljesen így történt, esküszöm, és hát barátok vagyunk, nem hazudnék önnek. A bolond. Ja, Istenem. Meg fogja járni, srácok, meg fogja járni, biztos vagyok benne. Hiszek neked, Dani, köszi szépen. Istenem, köszönjük, hogy szóltál. Á, nincs mit, uram. Esetleg még annyit, hogy nem tudom, hogy a házában van valamennyi, ami meg tudná esetleg törleszteni a házamat, nem vehetném azt ki a chestből. Intézkedünk, jó. Nem tudom, hogy az ő házában tudod, van-e valami izé, de nyugodtan. Jó, kösz szépen. Istenem, hogy ráfázott. Nekünk meg nagyon nagy szerencsénk volt. Hát, srácok, börtönbe fog kerülni. Jaj, szegény, még esküszöm, még sajnálom is. Na jó, menjünk vissza gyors kicsit, aztán köszönjük el. Melyik kovácsnál voltunk? Azt hiszem a bal oldalán. Így is van a bal oldalán. Hát jó van, srácok, jól jártunk. Ezt még meg kell sődani. Hát srácok, jól jártunk. Igazából ő kezdte a balhét, szóval én nem nagyon tehetek róla. De srácok, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és jöjjetek fel a csatornámra, és jöjjetek meg a csengőt, meg minden. És ja, találkozom legközelebb, és a következő videó kezdődik a Dani Minecraft csatornámon, nem maradjatok le, ott találkozunk, és ja, sziasztok!